Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szekszárdi Garai János Gimnáziumi már hagyományossá vált karácsonyi műsorán. Köszöntöm körünkben Ács Erzső polgármester urat. Dr. Halvéva alpolgármester asszony. Gerzsény Péter urat, a Szekszárdi tankerület igazgatóját. Zentai András urat, iskolánk egykori igazgatóját, szintetes igazgatóját. Köszöntöm egykori és jelenlegi kollégáimat, a jelenlegi és akár egykori garaistákat is, valamennyi kedves vendégünket. A karácsony nem érkezik, a karácsonyt mi magunk hozzuk létre. Halljuk itt majd pár perc múlva a karácsonyi műsor keretében. Hogy valóban mi magunk hozzunk létre, illetve ti magatok teremtettétek meg itt a karácsony varázsát az elmúlt hetekben, ezt szeretnénk az iskola vezetés részéről is nektek megköszönni. Hiszen egy kérésre egy-két perc alatt összegyűlt a több száz csomag, több mint száz csomag Bőjte Csaba atya alapítványának javára, amit eljuttattunk Tusnád fürdőre, illetve Csíkszent Simonra. Egyik diáktársatok is része volt az ottani csodának, és aki egy pillantást vett az iskola honlapjára, a képeken láthatja a gyerekek örömét, a gyerekek mosolyát, és azt hiszem ez mindent elárul. Adni a legnagyobb öröm. De folytattuk ezután a diák önkormányzat segítségével ismételten a cipős doboz akciónkat, aminek a keretében több mint 122 dobozt sikerült összegyűjtenünk, nagyon szépen átkötve, szépen csomagolva, amit a tegnapi délután folyamán adtunk át a Szekszárdi Gyermekotthon javára. A további fennmaradó dobozokat, mert olyan sokat gyűjtöttetek, hogy át sem tudtuk mind adni a Tolna megyei nagycsaládosok gyermekei kapják. Akik ott voltak, azok beszámolnak majd nektek arról, hogy ezek a fogyatékos gyermekek, közép és enyhe fogyatékos gyermekek mennyire örültek minden jó szónak, minden jó ajándéknak, és milyen kedves mosolyjal, simogatással hálálták meg a ti segítségeteket. Folytassuk ezt a karácsony varázsának teremtését immáron most majd családi körben, most már otthon, hiszen egy nehéz időszak lezárult az iskolai életben is. De az év vége nem csak a karácsonyról szól, hanem egy kicsit a számvetésről is. Tudom, mi a középiskolákban vagy iskolákban dolgozok, egy-egy tanévet másként látunk, hiszen nálunk a tanév június végén fejeződik be, de azért úgy gondolom érdemes pár gondolat erejéig visszapillantani az elmúlt évre, a tanév tünkrében. Úgy gondolom, hogy igen szép eredményeket tudhatunk közösen magunkének, az egész Garai János gimnázium közösségére jellemző ez, és ez néhány objektív ténnyel is villancsuk fel. Az iskola év végén minden idők legnagyobb, legjobb átlagát ért el 4,31-jel. Nagyon sokszor elhangzott az, hogy az iskola történetében először nagyon sikeresek voltunk az OKTV versenyeken, egyéb országos versenyeken, ahol immáron ugye az új elnevezéssel, hogy Szekszárdi Garai János Gimnázium, nem csak a garai hírnevét vittük, hanem Szekszárd város hírnevét is öregbítettük, és aztán ezt objektív tények is erősítették, most már az oktatási hivatal rendelkezésünkre bocsátotta az emelt szintű évvégi érettségi eredményét, és ebben nagyon-nagyon örömmel láttuk, hogy történelem tantárgyban az országos 20-ban van a gimnázium, országos 18. helyezést ért el, ugyanígy matematikából is, az emelt szintű érettségi matematika eredményekben mindössze 23 gimnázium előz meg minket, itt pedig a legjobb 25-ben vagyunk. De ilyen objektív mérce számunkra a kompetencia mérés eredménye és a további egyéb érettségi vizsgatártyok eredménye, amely azt hozta ki, hogy a gimnázium a régió legjobb gimnáziumaként zárta a tavalyi évet. Ebben valamennyi ötök munkája benne van, amit köszönök, és
kollégája munkája is benne van, és ennek megint egy objektív visszajelzései azok az elismerések, amit itt a kedves kollégák kaptak az elmúlt évben. Azt hiszem, ennyi elismerésben még sosem volt részünk. Ugye miniszter úr Balogh Zoltán emberi erőforrások miniszterének elismerését kapta Nagy László tanár úr Bonis Bona díjjal. Bosnyák Eszter tanárnő szintén a miniszter úr elismerését kapta a diákolimpiai felkészítésért, és az Ericsson cég minden évben mindössze az 5000 matematika tanárból mindössze 2 matematika tanár díjaz évente, és az Ericsson cégnek a díját kapta Straubingernek Kemmler Anikó tanárnő a matematika tantárból végzett kiemelkedő felkészítő munkájáért, és hogy ősszel is tovább tudjunk örülni, Tótné Gulácsi Beáta tanárnő pedig a Pro Progresszió alapítvány díját kapta, ez a Magyar Innovációs Szövetség és a Műszaki Egyetem alapítványának a díja a fiatal matematika tanárok keretében, körében végzett munkájáért. És még mindig nem ért véget a sor, hiszen pár héttel azelőtt adta át polgármester úr a mecénás díjkiosztó keretében azon kollégáknak az elismerő oklevelet, akik hosszú évtizedeken keresztül, egészen pontosan 20 éven át nagyon sokszor szerepeltek a díjkiosztókban. Bálo Marianna tanárnő, dr. Gesztes Jenikő tanárnő és Naszladi Judit tanárnő kapták ezeket az elismeréseket. Azt hiszem, valamennyien megérdemelnek egy nagy tapsot. És ugyancsak az elmúlt tanévnek számunkra nagy sikere volt, hogy az iskola tehetséggondozás térségi központjává vált. Tolna megyében mi vagyunk az egyedüliek, akik a tehetség műhely, minősített tehetség műhely címet elértük, és a régióban is mindössze 4-en kaptuk meg ezt a címet. A múlt héten éppen Elbringer tanár úr tartott, és Pálfalvai László tanár úrak tartottak ennek keretében szakköröket. És természetesen ne felejtsük el az infrastruktúrális fejlesztéseinket is, hiszen ősz óta ide egy másik iskolába érkeztetek, akár belül nézzük, akár kívül. Ha belül kezdjük, akkor azt tudjuk mondani, hogy teljesen kifestettük az egész iskolát, Lébezberg központ tankerületi központ segítségével és a ti segítségetekkel, amit szeretnék nektek is, kedves szüleiteknek, valamennyiotoknak megköszönni, mert egy ilyen összefogás eredményeként valóban az egész intézmény, ha azt mondom, hogy 5000 négyzetméter nyit terület és vált otthonosabbá, de folytatódott ez ugye még kívül is, hiszen ha bejöttetek most, vagy kedves egykori kollégák, ha a hátsó bejáraton érkeztek, akkor nagy változásokat láthattak. Egy nagyon szép sportpályával bővült az intézmény, kosárlabdapálya, amit Szekszárd város támogatásának köszönhetünk, illetve a sportegyesületi együttműködésnek a KSC-vel. Köszönjük szépen a városnak is a folyamatos odafigyelés, és ezt követően szinte már azon a héten egyeztettünk igazgatóúrral, hogy jó lenne folytatni ezt, hogy valóban egy olyan udvar teremtsünk meg, ami méltó ehhez a gimnáziumhoz, és pár hónap alatt sikerült, és valóban én úgy gondolom, egy szép látványú udvart itt létrehoznunk, megteremtenünk, persze még vannak munkálatok vissza, de hát ez megvárja a tavaszt. Azt hiszem, nagyon sok mindent meggazdagodunk, és van miért hálát adnunk. Ennek szellemében kívánok valamennyiőtöknek még további szép, bensőséges karácsonyi napokat, és egy hasonlóan sikeres új évet valamennyiőnknek. Kérem, kapcsolja ki mindenki egy rövid időre a mobiltelefonját. Most következő műsorunkban a gimnázium irodalmi színpadának tagjai, az énekkar és a zeneiskola növendékei működnek közre. Az összeállításban elhangzik. Corelli, Saraband, klarinétfiú. Donászi Magda, hallgat a nagy erdő vers. Csitály, Bogtam, karácsonyi gondolata. Chopin, Cismar keringője zongorán. Részlet Vas Albert karácsonyi meséjéből. Szokolai Sándor, Ne féljetek pásztorok.
Wolfgang Amadeus Mozart varázsfigurájából a Bűvös Cserjentő című része. Kodály Zoltán Karácsonyi Pásztortánc kórusú az Élekkar előadásában. Demiens Ferenc Gyertyán című dalszövege, Giuliani Grazioso című gitárművére, és végül a Csendes Ég című karácsonyi dal. A műsort összeállította Báró Marianna tanárnő. A klarinét trióban közreműködik Papp Máté tanárnő. Az Énekkar zongorán Tótné Lázár Noémi kísér. Fuvalán Ágostonné Véres Kornélia játszik. A kórus Nasszali Judit tanárnő vezényli. Kérjük, hogy a műsorszámok között letapsoljon. Védi altatgatja, tavaszról álmodik álmodó vagalja. Csak a tűlevelű fenyők üde zöldet ér azt hóban, fagyban. Színhím ez a földre, mint frissebb, vidámabb, valami nagy titka van a fenyőfának. Toboz a csöndese, mint a madár szárnya, mintha csillag hűlna, mintha lepasszálna. Szírom a rózsáról, hangtalan szállat ír fenyők tobozáról. Készüljetek fenyők, ha vérad a holnap, vigyetek öröm ír kicsiknek, nagyoknak. Kicsiknek, nagyoknak, országnak, világnak, jövendő békéjét népek erre várnak. Van egy csoda, a karácsony csodája, amire várunk, és ami teljesen. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találjuk. Ezt a csodát máshogy kell keresni, máshogy lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő 365 napban ezek kísérnek, ezek adnak nekünk erőt. Nem a csomagban lapoló tárgyak, hanem csak is ezek. A karácsony nem elérkezik, hanem mi magunk hozzuk létre a varást. Ez a karácsony csodája. Thank you.
megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki les volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett. És mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett belőle a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, és a kéregető rágyújtotta a jótevőjére a házát. Addig-addig, amíg az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, és rájuk szakadította a sötétséget és a hideget. A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyékos számára nem termett többé semmi az elrablott föld. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi világban. Mikor pedig már erősen közeledett az idő, amikor az összes emberi életnek el kellett volna pusztulni a földön, az Úristen maga mellé intette kedvenc angyalát, a világosságot, és ezt mondta neki. Egy legű szolgám, s nézd körül a földön, melyet mómusága miatt tisztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden ember asszonyt és gyermeket, akiben megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsád jelkel közülében. Én pedig az utolsó előtti nap alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kirúgtam rája. Ezt mondta az Isten, s a világosság, amivel a halászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg, mint a csillagtalan, zivankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akinek még akadt egy darabka szárazra fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék végére, hogy ne kelljen megosztani a másokkal. Egy birkabőr bundáért apját meggyilkolta a fia, s akinek még tűz égett kemenc szélében, fegyverőrűrűrűrűzte szobája mellét a megfagyóktól. Az angyal nagyon elkeseredett, hogy hasztalan járta az emberi világot, s nem talált egy fikasznyi jóságot sem. Lassanként kiért a városból, és ahogy a dűlő úton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát hozott magával kiindulva. Kiéhezett, sovány ember volt, csak szakatlan nyomborították a testét. Mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. Minek csinálsz ezzel a fával, hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél már rajta. Jaj, lelkem, nem tehetem én azt. Asszonyom és kicsi fiacskám van otthon, akik fajtak meg, és olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Hazak kell gyöngék ezt a fát, ha bele is pusztulok. Az angyal megsajnálta az ember, és segített neki a fával. És mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek a sáborra, a kunyóhoz, ahol a szegény ember. Az ember tüzet rakott a kemencében, és egyszerűen meleg lett tőle a kicsihez. És míg egy sápatra érzett asszony és egy didergő kisfiú odahúzottak a tűz mellé melegetni, addig az angyal gyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert újságot találtatta. Édesanyám, éhes vagyok! Az asszony elővett egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, és odaadta a kisfiúnak. Miért veszettek magad a többit? Hiszen te is olyan éhes vagy, hogy ma holnap meghalsz. Az nem baj, ha én meghalok, csak legyen mit egyik a kicsi fiam. Az angyalok nyomban megnyugodta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe. A gyermek lerakott egy kis darabot a kedves sarkából, aztán megszólalt. Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból? Ők is ilyesek, s nincsen tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret meg a helyet a tűznél. Az angyal meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kis fiúnak. Aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába,
hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez. S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, s az Úristen alátekintett a földre, s a nagy nagy sötétségben meglátott három kis pislátoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal végezett a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi világra. És azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság kutya hova vezet. Ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek. A sötétség minden este korábban szabad alá, és minden reggel későbben távozik. Hideg támad és befagynak a vizet, és a sötétség rámolassan kezdi megfoltani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, és eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt. És amikor elérkezik a legrövidebb nap, és a világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson, és megbocsássa a bennünk lévő jobbja, a bennünk lévő rosszat. Love.
aki nem lehet itt, mindaz, akiért egy-egy gyertya égít. Mindazokért, akik nem vették még észre, örök bilincs kell minden fegyvert fogó kézre. És mindenkiért, aki nem hiszi ezt, mindenkiért egy-egy gyertya égjen. Így érjen a fény, és mi úgy szeretnénk, hogy sohasem újjon el. Égig érjen a fény, egész életünkön át, hogy nyithassa két szemét, ki mindig erre várt.